Már több mint 100 000 menekült várakozik Görögországban azért, hogy tovább induljanak Európa más országaiba. Az utóbbi hetekben ismét egy nagyobb tömeg érkezett a görög szigetekre és Észak-Görögországba. Sokan még a tél beállta előtt megpróbáltak átszökni Törökországból, de a hatóságok nem voltak felkészülve akkor, ha menekült hullámra. Görögországból Novák András tudósít. Tüzet rakott ez a szomáliai család az egyik Thessaloniki mellett lévő menekült táborban. Két napja érkeztek, de a Vöröskereszt munkatársai még nem tudtak szállást adni nekik. Itt a kerítés mellett töltötték az éjszakát. A görög táborok ugyanis teljesen megteltek, annyian szöktek át az utóbbi hetekben Törökországból. Nem kaptunk enni és inni, nincs hol aludnunk. Borzasztóak a körülmények, 12-en jöttünk, és nem foglalkoznak velünk. Egy konténerben két család lakik, és nincs már hely. Egyelőre nem visznek minket sehová, de a legnagyobb baj az, hogy nem is beszélnek velünk, mondta ez a menekült asszony. Ebben a táborban 4000-en élnek, sokaknak nem jut hely a konténerekben, őket ideiglenes sátrakban helyezik el. 12.5 km land borders between two villages, Vis and Castanyes. A görög-török határon egy 12 kilométeres szakaszon kerítést építettek. Ezt mutatja a görög-török határ ellenőrzésért felelős rendőrkapitány. Az Evros folyón érkeznek a legtöbben, több tucat ember minden nap, de kevesen vagyunk, segítséget várunk más országoktól is. Nem tudunk mindenkit feltartóztatni, mondta az illetékes rendőrkapitány. Az ezrede szerint bevált a kerítés, amióta megépítették, ezen a szakaszon nem érkeznek menekültek. A görög védelmi rendszer három részből áll, a török oldalon egy 2 méteres, ezen az oldalon pedig egy 3 méteres drótkerítés van, a kettő közé pedig szöges drótot húznak, így védik a határt. Az ATV híradóját a görög-török határól Novák András tudósította.